A Yaris is japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ez itt a Gonosz Swift második évada. A fordított kormányt megtartottuk, de vittünk bele egy kis extrát is. Így van, ezt az autót már ketten fogják vezetni, automataváltós, és a pedálokat áttettük az utas oldalra, viszont a két pedált is felcseréltük. Ismét előre vettük fel az egész évadot, tehát a vendégek nem tudják, hogy mire számíthatnak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! A Gonosz Swift mai adásában Kovács András Péter és Janklovics Péter. Beszélgettünk már alapvetően tök sokat munkáról, meg hobbiról, művészetről, mi egyébről, de az valahogy így mindig kimaradt, hogy mit csináltok szabadidőtökben? És most reggel felhoztad az FPV drónt, amiről még szintén nem dumáltunk. Hogy talált meg téged ez a hobbi, és mennyire ástad bele magad? Hát, Péter... Beülök, addig alszom egy Péter kicsit. Péter tudna mesélni. Péteret kerestünk egyébként már drónt. Igen, igen, a Völgyhíd alatt, amit mondod, nézd, papa, átrepülök a Völgyhíd. Kis jelvesztés. És neki csapta magát, és aztán... De? És a vadi új autójával mentünk át a dzsindzsáson, mondom, figyelj, nem fog összekartani, nem kell a drón, és össze-vissza barmoltuk az autóját, egy 1300 forintos alkatrésze, vagy az drága volt? Drága, nem? Drága volt, de hát az a drón azóta már elsüllyedt egyébként a tengerben. Izika vizigó. Azt gondolom, hogy reggel mondtad, hogy így átrepülted a Balatont. Igen. Drónnal, meg ilyenek, hogy... Illetve nem, mert nem szabad, 500 méternél távolabb nem távolodhat el tőled a drón. Öböl átrepülésen vett részt. De mindig voltak spottereim, 500 méterenként voltak spottereim, akik látták mindig szabad szemmel. Ebből semmit nem értnek, de. Nem baj. Szóval azt gondolom, hogy azért már elég elhagytad a kis pályát. Ez teljesen hobbi, vagy azért csinálsz vele valami olyat is, amit akár így a videóidban, vagy valaki másnak a videóiban láthatunk? Teljesen hobbi, mert be kellett látnom, rá kellett jönnöm, hogy rajtam kívül ez a hozzátartozóim körülöttem, hogy emberek között senkit nem érdekel, a legkisebb mértékben se. Engem úgy hívott, hogy figyelj, elmegyünk drónozni, és olyan unalmas két órának jutottak részese, hogy ez izgalmas volt, hogy kerestük utána a szétrepülő alkatrészeket. Hát, négyet kb. Ilyen COVID körül jött. Tehát, hogy pont így lezárás előtt láttam egy-két ilyen videót, hogy úristen, így is lehet drónozni, és aztán jött a COVID lezárás, és rendeltem otthon egy ilyen pici kis karanténdront, amit hát egyszer a kislányom 70 centis szőke hajából kellett kibogozni, mert minden egy légcsavar így bele. Igen. Hogyha már így feldobtad a közös drónozásokat, ugye van a Duma Swing, a ti kvázi állandó formátumotok? Igen. Nem, most már. Formátum, igen. Most már 10 plusz éve. Igen. 11 talán. Igen. Azt hiszem 11. Még ugye volt a hóhelyzetes poénkodás a Pintér Sándornak, így csodálat. Igen. Atyai, az hányba volt? Az volt? 11-et láttam talán, de vagy nem, maga a vészhelyzetben 2008. Nem, 2013. Március 15-én esetleg igen, ez a igen, is, igen. Szerintem 2011-12 körül kezdtük. Igen. És amúgy, tehát ettől függetlenül a ti kapcsolatok, az így hogy indult? Az életben is egy pár vagyunk. Ez a kérdés. Értem, köszönöm. Ez nagyon megtisztelő, hogy ezt nálunk így elmondtátok. De, hogy... Ezt majd kifogják meg, de ezt majd átveszi majd pár bőgön. A szakma hozott össze titeket alapvetően, tehát a fellépések, akár a színészet, akár a stand-up, a zene, vagy pedig ez valami korábbi kapcsolat? Ne, hát előtte nem ismertük egymást, úgyhogy abszolút. Hát én Petit a mozivászonról, mert még a moziban is ment a Sziget reklám, hogy nem akarok Darren Bass-re dudorogni. Tényleg ment a moziban? Persze. Nagyon nagy sztár volt. Nem kaptam érte annyit, de... Igen, de kinőttem már, hál' Istennek. Nem, és Peti tényleg úgy robbant be a Duma Színház állóvizébe, mint nem tudom milyen pirotechnikai hasonlatokat. Többszörösen kultúrt szóként volt. Igen. És egy ilyen kis, nagyon apró petárda. Igen. És nekem voltak különböző ötleteim, zenei ötletek is, filmes ötletek is később a Mavis sorozatunkban, amiben úgy éreztem, hogy Peti van annyira ügyes és gátlástalan, hogy ezt meg tudja csinálni nagyon kevés pénzért. És András meg ezt megcsinálta a körítést, és én meg boldogan. Nem, hát a Duma Swing volt ugye az első, és nyilvánvalóan én bármilyen zenei baromkodást azt mindig előtérbe helyezem, mert nagyon szeretem, és nagyon megörültem, amikor András hívott ezzel, és aztán a megbeszélést tettek, követték, és Illés Ferivel, aki akkor tanította kapott gitározni, hiába. De mivel nem sikerült neki, ezért aztán beszállt ő is, és akkor a produkciót csináltunk. Igen. Azok a nagy párosok, akik így a médiában így időről időre felmerülnek most így egy igen. Jack Lemmon, Walter Matthau. Igen.
Szóval, hogy ők mindig elmondják, hogy, hogy azért jó az ő formátumuk, mert hogy nem töltenek úgy alapvetően túl sok időt együtt, és ezért az összes felgyülemlett élmény meg inger az így a műsorban tud kijönni, amikor mégis össze vannak zárva, egy közegben vannak. Ti amúgy egy privátban sok időt töltötök együtt, vagy? Nem, egyébként, tehát mi is csak munka kapcsán, mert azon egyszerű oknál fogva, nem, hát rengeteget dolgozunk, igen, ugye, külön, és igen, családunk van, tehát hogy, hogy nem az van, hogyha van egy üres fél napunk, akkor nem hívjuk fel. Dolgozni. Hogy figyelj, tegnap találkoztunk, de akkor előadás volt, hogy nem megyünk el ma valahova, mert igen, jövő héten meg megyünk Nyíregyházára, igen, és akkor úgyis ott órákat leszünk. Igen. Tehát nincsenek ilyen üres pásztoróráim. Igen, ez mindig célzottan le van beszélve. Mindenki most is lett volna egy ilyen, de hát inkább hozzátok jöttünk. Nagyon megtisztelő. A te Suzuki élményeidet tudom. Neked esetleg volt-e találkozásod a legendás magyar Swift-tel? Volt, volt. Nem ezzel a változattal, hanem a... Melyik a másik változat? Nem, a nem akarom kombinak csúfolni, de a... Hot hatch. Hot hatch. Cold hatch. Cold hatch. Hát a csapott hátú, nem? Warm hatch. Az csak, igen. Egyébként, de az a jobban kéne. Miért, most miért... Igen, mert Gergő barátom anyukájának volt egy Suzuki a 2001-ben, amikor mi 21-23 évesek voltunk, és ő neki az sikerült elkérni az anyukájától, és azzal tettünk meg különböző nagyobb túrákat, úgyhogy anyuka azt nem sejtette. Tehát este 7-kor elhoztuk, hogy akkor elmennénk a városba, és hát végül is városba mentünk, hogyha Balatonfüredet annak nevezhetjük. Úgyhogy ilyen élményeim fűzött. Anyuka meg meglepődött, hogy basszus, hát 2 hónap, és már megint olajt se lehet. Igen, és fiatalon egy ilyen autó is maga a szabadság. Persze. Tehát ez is, mondtátok, hogy milyen jutányos összegért jutottatok hozzá, és azt is az eladó fizette nektek. Tehát, de tényleg ez a megtestesült szabadság 20 évesen. Remek. Láttátok a pályát, te valamennyire ismered is a pályát. Van valamiféle elképzelés, taktika? Milyen boxkiállásokkal készültök? Nincs, hát nem engedtetek belenézni se az autóba. Itt álltam mellette, már ott állt valaki előtt, hogy na. Én a motorcsónak oktatáson elszerzett ismereteimet kívánom hasznosítani. Ott azt mondta nekünk az oktató, hogy a csónakon nincsen fék, úgyhogy kis gáz, kis kár. Ezt így próbálok majd ezen taktikázni. A telepén ez még nem hangzott el, de azt mondom, hogy vegyétek birtokba a járművet. És azt szeretném kérdezni, hogy ne te ülj a kormányhoz, Péter. Mert te már ültél. Mert már ültél a kormánynál, úgyhogy te kérlek, menj a jobb egyre. És akkor hát András, akkor ellenőrgy állítsa be az ülést, ellenőrizze az irányjelzőket, szerintem tükröket. Szerintem ezen kár bármit is ellenőrizni. András, akkor indítsuk. De szerintem nyomja bármilyen pedált ahhoz, hogy rábeljön. Nem kell. Figyelj, hát P-be van. Olyan nincs, hogy most mindjárt kiderül minden. Olyan nincs, hogy egyikünk tolja, miközben a másik vezet. Várjál. Az jó, tehát a jobb, igen, az nem a gáz. Faszom! Vagy de jó. Kuplung a gáz és a... Figyelj, te érezd! Kuplung a gáz és a fék. Jó, szerintem jó. Te érezni fogod, hogy mikor kell fékezni, jó? Basszus. Jó, sikeres indulás! Ez az irányjelzőt tegyük ki, nagyon jó. Felkészültünk, igen. 3, 2, 1... Rajt! Figyelj, igen, aha, igen, fordítva, így van, fordítva, így van. Semmi gond. Jól van, András, próbáljuk meg megkerülni. Ez az, nagyon jó. Szólj, ha nyomja a gázt. Én nyomok egy gázt. Teker, szedd alá, szedd alá. Na, várjál, még ne húzd vissza. Ez az, nagyon jó. Megyünk is, robogunk, finoman. Hát, finom, ez az. De jó vagy te, figyelj, ez az. Nagyon jó. Figyelj, jöhet vissza, szűkre vettük, szuper vagy. Nagyon jó vagy. Figyelj, én jövök így. Ajjajajajaj, az meg! Aha! András, ez most nem sikerült. Várjál. Az a baj. Szerintem most vesztettünk 5 másodpercet a hordó miatt. Azt a kurva! Várjál, ezt nézzük már meg, hogy... Tényleg? Közben megy az óra, azt hadd kérdezem. Azt meg! Hát látod, hogy jövök innen! Jól vagytok? Minden rendben? Persze, minden rendben, csak ez idióta, érted? Nem hiszem el. Hát hogy az adásba tudsz ide bejönni a izé? Szállják ki, légy szíves! Légy szíves, szállják ki, hallod? Oh. Betétlap van nálatok? Figyelj, hányan jönnek ma még felvétel? 3 pár. Már senki!
Mennyire nem akarom elrontani. Odaadom, a fel vagyunk felek. Nem akarom elrontani a bulit, de megy az idő között. Igen, közben egy perc van. Mindegy. Meg kéne verni lakatot a cégeket. Az az igazság, hogy már csak a kamerának dolgozik. Nézd, segíts ő meg, jön a izémmel. Ütessétek be őket a szarba, hagyd menjenek. Na figyelj! Gurult itt minden, hallod. Gyere, papeszom, én is későn reagáltam a fékkel, azt mondja, hogy én is összezavarodtam. Egyikünk elaludt, vaj. Ja, te váltasz. Várjál, igen. Igen, figyelj, és akkor alá vagy... Tolassak, jó. Picit tolatok. Picit tolatok, nagyon jó. Megyünk előre, papeszom. Ez az, nagyon jó. Azért lassan. Úgy, ne kapkodjál, hát szépen csak fordítva. Úgy, nagyon jó, szépen fordítva, remek jó. Jó, remek lassít. Jó, lassítok, nyugi. Ez az, menjünk rá az izére, mert el kell vennem Janát. Jó, köszi, jó, persze, hát kicsit előrébb csorgok, nagyon jó megálltál. Jó, ez így jó lesz. Oké, mehet a rüki, már én teszem is. És szedem is alá. És remek jó. Minutumban. Remek jó. Életemben nem történt még ennyire szarra autó. És nem mondom, hogy nem volt ennyire kevés tétje. Várj, mondom, hogy nem esett jól. Várjál, kicsit messze lesz. Figyelj majd, hát majd ha szól a tolatóradar, majd akkor, várjál. Kicsit úgy igazítom, várjál, mehetsz. Igen, meheted? Mehetsz, jó, állj. Jó, oké, várjál. Okay. Jövök előre. Nem, hát papeszom. Jó, várjál, visszajövünk, és még egyszer fussunk ennek neki. Jó. Figyelj, okay, és jó. Gyere. Jó. Ez lesz a jó. Oké. Jó, meg is álltam. Jó napot, meghoztuk a Janát, köszi, viszlát! Köszönjük szépen, és szerintem már is. És tényleg most erőből küld. De ne arra nézz, amerre tekered a kormányt, mert az itt nem jön be. Azaz, de menjünk! Na jók vagyunk. Azaz. Figyelj, arra. Nem mersz neki menni a Mercinek is. Ez az, jó vagy, papeszom. Ez az. Jó, várjál, ez az, igen. Most jó, azért része. Igen, itt, ez igen. Igen, észre. A két Suzuki érzi egymás jelenlétét. Nagyon jó, figyelj, jöhet vissza, ha vissza az így, ez az, várjál, ez az, elmegy, mert már össze van törve az eleje, nagyon jó, jó, figyelj, és akkor arra, igen, meg hát kívülről, így van. Hú, de leizzadtam apám. Így van. Várjál, rossz irány. Figyelj, picit hátra tolatunk, és már megy az előre menet, nem várok. Ez az, szedjed, ennyire nem, bejön az ajtómon a izé, úgy, és arra. Igen, és ide visszamegyünk, András. És ott fognak elcserélni az oktatóval, mert ez most nem sikerül. Jöjjünk vissza, mert ott vannak Antiék. Igen, ezt a... És 12 perc! Legnagyobb királyok! Azt a mindenségét! Pedig szép lett volna. Szép lett volna. Történelmet írtatok a műsorban. Mert mennyi? Ez eddig a leglassabb körünk. Jó, de ne arra, hogy fennakadásunk volt. Akartam a fiatal emberre. Akartam mondani, hogy a legszebb kaszkadőr mutatványt is ti. Egyébként figyelj, tehát ha bármit berak, most komolyan, tehát mit raknátok be az előzetesbe? Azt, hogy 1 perc 24 alatt végigmenek és tekergetik? Vagy azt, hogy a két barom telibe veri a másik autót. Így van. Nyilván ezt. Na hát kis esztétikai sérüléssel, egy német plébános vezette egyébként 10 évig, tényleg csak a garázs és a kertkapu között. Egy német plébános nő, orvos, import. Mit lehet még tudni a járműről, Peti? Ja nem tudom, én már arra készültem, hogy a futam utáni interjút adjam, hogy nem voltak most az igaziak a beállítások az mesélj, autón. Én kihúzom a kasznit. Elment a 3-as fokozat útközben, és aztán a bal első lámpa is, de azt gondolom, hogy ennek ellenére a nehézségek dacára Andrással nagyon jót mentünk már, ha ez nevezhető jónak. Én nagyon várom a következő gyorsasági szakaszt, hát tetanuszoltás volt, ezt az egyet akartam kérdezni, hogy van-e tetanuszotok, mert... Figyelj, ez egy verseny köténylemez, tehát... Javítottátok az aerodinamikát, ez kétségtelen. Hogy élted meg a kormányzást? Így élte meg! Addig a pillanatig nagyon jól, ott fejben még együtt voltam, és aztán sajnos. Mert annyira jól ment a szalom, én azt hittem, hogy ott már megszokta, de nem. Nem.
Nem, ez nagyon komoly agymunka volt, Péter meg tényleg, mint a moziban ülne, és nem kéne dolgozni és a két lábának. Én ott már az nekem... De te adtál egy gázt, vagy pánikfékeztél, vagy mi történt? Nem adtam gázt. Nem hittem el, hogy arra megyünk, és mire ráálltam volna a gázra, addigra már megállított a Suzuki, úgyhogy ezúton is köszönöm neki, hogy... Nem volt kicsi az impact, egy ilyen óvatos 20 centit arrébb raktátok, így látvány. Igen? Hát rossz helyen volt eleve. Igen. Vagy neki megyünk, vagy nem megyünk. Vagy csináljuk rendesen. Tehát azért jöttünk ide, hogy itt bóc mondjunk, így van. Annyit szeretnék kérni, tolassatok vissza a rajtot. Igen, nem. 150 ezer forintot tegyetek le ide itt az asztalra. Szeretnéd egy héttel hamarabb nézni a Gonosz Swift epizódokat? Gyere a Patreonra, támogass minket, és már most megnézheted a jövő heti részt. Hogy? Na, Anti mindig annyira szabályos, paszki van vele tényleg. Vagy már nem úgy, hanem... Na most te ülsz a napom. 3, 2, 1, rajt! Figyelj, picit. Jó, oké. Figyelj, várjál. Igen, alá szedtem. Jó, ez egy picit elvett, mindegy, gáz, nyomjad, mert akkor azt arrébb toljuk. Pillanat, várjál, ez az, mehetünk ezzel a tempóval, ez így jó. Én is azt gondoltam. Jó lesz ez, itt már nincs ott az Eneos, mert azt levertük, nagyon jó. Eltakarítottuk magunkat. Ajajaj, figyelj, várjál. Figyelj. Kés a vajba, papeszom! Ott vár, figyelj, jön a fék, ugye jobb lábad, ne felejj! A fék! Várjál, jöhetünk vissza, picit, ez az fék, és az a fék, nagyon az jó. A fék, és szedett. Nagyon jó, várjál, egy picit előre megyünk, picit nagyon, csorgunk. Nagyon szedett, csorgunk. Megállunk, állj! Én váltok. És igen. Ja, igen, várjál! Igen. Azt a... Na minek van vajon ilyen szaga nekem, az autónak? Jövünk be, figyelj! Az jó, közelebb várjál, mehetsz igen. Az még nekem. Ja, itt van, igen. Kezem a váltó. Várjál, jön a fék. Igen. Várjál, még egy picit csorog. Nem, igen. Jó, jön a fék, várjál, állj. És most átgondolom, igen. Várjál. És arra szeded és nagyon beszettül, cudarul. Mehetünk előre egy picit. Jó, csorog, a folyik az autó, szeheteted jó, vissza. Okay. Fék, oké, mehet. Várjál. Igen. Ne, erre szeded. Nem, igen, erre szeded. Tökig erre szeded. 3-5 másodperc, de a Manna ABC feladatot ezennel teljesítették. És úgy, mehetünk jó, is. Így van, elhagyjuk, pici gáz. Azaz. Mehetünk. Nagyon megyünk, jó. Péter, megyünk. Péterom. Nagyon jó, mehet a mehet, nyílgáz, nem úgy nyíl. Ez az. Jankovicson, Péterom. Ez a jó, mesés ez a jó. Vagy, mesés vagy, azért ez itt találom a féken. Ez a jó, mehetünk. Jöhet a gáz. Várjál. Igen. Megkerülöd azt a szabát. Igen. Na ezt óvatosan. Igen. Várjál. És már szedtem is alá. Mehet a gáz. Várjál. Nem tudom, hogy fordul ekkora, de fordul. És nyomjál rá. Az Eneos tettünk, hogy... Jó, már meg vagyunk. Jó, stop. Hát akkor álljunk meg. Oh. Ne, hey. Oh. Jó. Persze. Get ready. 3, 2, 1, rajt! Jó. Ez a jó! Azaz? Ez a jó! Ho-ho-ho! Jöhet a gáz! Várjál! Jó! Hogy az üvegszilágy? Igen, várjál! Lassít! Lassít, kormányod! Állj! Ez az! Megvan? Várjál! Igen? Várjál! Igen? Azaz. Igen, jó, csak át kell gondolnom! Oké! Mehetünk, igen! Várjál, oké. Okay. Jöhet a fél. Kicsit messze vagyunk. Aha, igen. Ó, bassza meg! És vissza, egyre messze lesz. Menjünk előre. Jó, állj. Oké, okay, várjál. Arra. És erre? Miért erre? Arra. Ja, erre? Jó. Jó? Fék. Oké, okay, és mehetünk. Várjál. Oké. Okay. Mehet. Igen? Oh yes! This is yes! Őrület! Hopp, rámentünk a saját lámpánkra! Ez az!
Azaz, ez a szűkre vettük. Jó? Jó, várjál, itt a lassítás. Itt a lassítás. Várjál, állj, 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 állj. Úgy, és... Azaz, szedjed, szedjed, szedjed. Jó, oké. Okay. És nem ide kell bejönni. Basz meg! Nem baj, gyors, gyorsan vissza. Nem jó? Mi nem jó? Mit szeretnél? Semmi. Nem tudom. Oké, okay, állj! És oda igen, be. Igen. Igen. Hé, 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 előre. Aj, de szép lett volna. Bassza meg. Jó, állj! És most tolattunk be. Menjünk vissza akkor most már. Nem? De jók voltunk. Jók voltunk, csak benéztük a pályát. Nem baj. Ez a legnagyobbakkal is előfordul. A saját emberem. Hátul nincs hiba, mert nincs hiba. Miért nincs hiba? Mert nem hibátlan. Nem hibátlan, gyerekek. Nem hibázunk. Hát megkóstoltuk az elején a pályát, kitapogattuk a határokat. Azt hiszem, igen. Nem? Tehát, hogy megvolt a gumimelegítés. Igen, igen. Ez a vége, ez mi lett egyébként a pályabenézés? Előről még beszélünk. Nem, elmondom. Kicsit úgy éreztem magam, mint a Nitro cirkuszban, mert láttam a tükörbe, hogy Oliver ilyen motorra. Mi mentünk a Suzival, neki mentünk, ez... Igen. Travis Pastrana, figyelj. Én úgy éreztem magam, mint a Különben dübe jövünk elején, amikor roncsderbi van, és Bud Spencer unott arccal vezet, Terence Hill meg vigyorog, és roncsát törik a kisfiát. Ezt akartam kérdezni, hogy azért... Happy like a king, a mama... Felszabadultabb környezetben találkoztunk mindig, és nagyon befeszültnek tűntél itt. Tényleg? Ne, az a baj, hogy minden feladatot véresen komolyan veszek. De most tényleg, igen, azt hiszem, láttátok is, mikor mondom, hogy fék, és megálltunk, csak úgy, hogy... Igen, igen, tehát ahogy feladat van, meg pláne teljesíteni kell, meg nyomáskényszer, én rögtön. De akkor ez most egy kudarc élmény? Nem, nem, hát miért lenne kudarc élmény? Hát te hülyéskedj már, hát kudarc élmény, ez nagyon messze van attól. Igen, ez nem úgy hívnám, hogy... az előző autóját, az kudarc élmény. Hívnám, hanem gazdasági totálkárnak, egy 200 ezer forint összérték. Nagyon rosszul esne, ha legközelebb hívnálak, és mondjuk emiatt nem jön. Ja, nem, én bármilyen autót... Itt vége lesz a mondani, nagyon rosszul esne, ha legközelebb hívnál. Bármilyen autót nagyon szívesen összetörök, tényleg, meg ha egyébként nem használjátok már, akkor így ezzel együtt 20 ezerért átveszem. De Bandi, de ez nem szabad, hát azért hívtak egy nyugodtan. Tehát, nem ezért, tehát hogy ezért nem szólnak, hogy szétrugdossuk, összetörjük, de ha benézel az ablak, ne. De olyan állapotban van az autó, hogy a Suzuki-nak kellett adni 3 tetanuszt, hogy elindulja. Amúgy a Suzuki meg a elnézést kérek, minden esztergomitól. Tényleg? Hát egy kora tézegye bele lett. Igen. Így már többet jön. És elnézést kérek Taylor Swift-től is. Szóval az idő. Igen. 2:0:54. Úgyhogy elrontottuk. Úgyhogy eljöttetek a rossz célba. Jó. Na. Majd szóljatok, ha valaki bejön a rossz helyre és visszakormányozza. Hát szerintem ott lettünk volna. 2 percen belül van, mehetünk, Banda, gyere. Ott lettünk volna 1:40-be. Simán, igen, igen. Nézzük, milyen idők voltak eddig. 1:50, azt megdöntöttük volna, ki volt. Nem tudod elolvasni. Nagyon jó. Nem baj, de jobbok lehet. Lakatosék nagyon jók voltak az 1:27-tel. Jó, de Lakatos taxis, tehát hogy neki pávvizsgája van. Van, meg ő nagyobb autó. Novot Tibiék, oda néz. Novot és Csikós. 1:54, őket megettük volna reggelire. Direkt azért jöttünk. Vaj nélkül. 1:14, ez ki volt? Ő ki? Imelda, azt hiszem. Imelda. Hajas Imelda, ő a ilyen autótesztelő, igen, kollégád. Ne, bocsánat, Piskóti könyv. Igen. Aha. Drift versenyző. Jó. Jó, úgy könnyű. Ő törte, össze az elejét. Egyébként jó, na. Sejtem, hogy ez a motorház tető büdösebben fog kinyílni? Tehát, hogy innen kell majd támadnotok? Nem. Ez jaj, Bandi, ez ki fog nyílni még úgy is, hogyha nem akarják. Jó van. Már várom a következőt, aki itt elindul, és így... Igen. Szeretnénk kérni tőletek is egy aláírást a G5-re. Hát, de én már itt hagytam a kézjegyemet, tehát szerintem... Ez jó lesz, ez a Novotti. Írjátok alá a sérülésmentes részen, azt hiszem most nincs olyan. Ez lesz, köszönjük. Ez a Novotti, ez a Lakatos Laci, ez volt Kovács András Péter. Gyere, papeszom. Piros? Nem, fekete. Gyere. Figyelj, gyere. Ne állj mögé. Miért ne? De gyere. Jaj, ne, dehogy is, hát nem úgy értettem. És írják egy ilyen Tom & Jerry-t. And? Nézd, csak hogy tudjátok.
Igen. És akkor, odaírom az időt, igen. 0-52, az mondom 0-0-54. Jó. 0-0. Legyen már 48. Legyen 48. Nem engedsz a 48-ot. 2-0-0-54. Lesz ennél még rosszabb is, figyelj. Lesz. Legalábbis remélem még nagyon. Még három versenyző van tehát. Egyébként arra gondolj, Péter, ez arra nagyon jó felkészítés ez az autó, hogyha 80 éves leszel... Ők ki volt a 242? Ki volt a 242? Kettőt is könnyű. Szóval, ha 80 éves leszel, akkor egy normális autót fogsz így vezetni. És ez egy kis beteg. Meg fogja adni az alkalmasságot. Így van, mert... Mondja nagy arccal, aki így belement, jó, én meg nem fékeztem. De igen. Te is úgy fékezted, hogy... Hát én egyszerűen mindkét lábammal, az a biztos, abban hibben nem lehet. De az jó taktika, mert megnyomod mind a két lábaddal, és érzed, hogy melyik, és akkor onnan tudsz. Hát meg az autó is érzi. Igen. Szegény autó, ő már nem érez. Szerintem ő már nem érez. Igen, álmában csenget egy kicsit. Kérlek, ne haragudj. Szerintem ez egy ilyen nagyon traumatizált autó. Tehát az egy dolog, hogy az elmúlt 30 évben mit szenvedett el a saját gazdájától, és akkor végre ide került hozzátok, azt gondolta, hogy rokon lelkek, mennyi nem, barát, igen, mennyi igen, alkatrész, és már bárki és beül. Mindenki már, ellenség. Már előre lettek, hogy... De figyelj, de utána ezt úgyis ezzel is itt borulgatni fognak. Ez egy menhelyi Suzuki, szépen. Nem? Igen. Menhelyi Suzuki fajta, de nem mentett. Igen. És szerintem utána vissza is viszitek a menhelyre, mert szegény több traumát. Hány embernek okozott ez örömet? Mármint aki megnézi. Hát nekem óriási örömet okozott egyébként. Én még életemben nem zúztam így autót. És... Neked is van színészi vinád, és nem tudom eldönteni, hogy mikor ironizálsz. Nem, örült neki annál. Örültem tényleg, mert úgy néha úgy bennem van, hogy úgy... Tudod, amikor úgy civilizált vagy, tehát már 40... Amikor csattantunk, akkor... Én is csak hallottam, hogy ott peregnek le dolgok, de hát mondom, csak nem fognak haragudni. Minél idősebb találták. Igen, én már 46 éve vagyok civilizált, és egyre nehezebben tartom magam. Tehát úgy érzem, hogy az a szikra... Na. Az Fábri mondta annak igen. idején, hogy egyre gyakrabban ébredek a vérbosszú gondolatával. És hogy tényleg azt érzed, hogy már meddig kell még tartanom magam, és most örülök, hogy egy kicsit kijöhetek. Ugye, én 47 éve nem vagyok civilizált. Most se kellett annak lennem, és imádom. Nagyon kell, hogy mondjam. Nagyon köszönjük, hogy nem voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget, és elnézést, hogy nem éltünk veled. Szia, azért szeretünk. Szia, kérlek, bocsáss meg. Jó. Köszönjük. A Gonosz Swift következő adásában Bazsó Gábor Karotta és Kramarics Anna Imola.